A debreceni nagy erdő és környéke. A debreceni nagy erdő és környéke egy több mint 5600 hektár kiterjedésű, többé-kevésbé összefüggő erdőség, amely Debrecen, Hajdúhatház, Hajdúböszörmény háromszögében az Európai Unió közös természeti örökségének, a Natura 2000 ökológiai hálózatnak a része. Mint több védett és veszélyeztetett növény és állatfaj, valamint élőhely megőrzését szolgáló erdőterület, kitüntetett figyelmet érdemel. Már a hazai természetvédelem első szárny próbálgatásai idején, az 1930-as években felvetődött a nagy erdő legalább egy része megóvásának igénye, aminek élharcosa akkoriban Nagy Jenő ornitológus és botanikus, a Református Kollégium főgimnáziumának tudós tanára volt. A küzdelmet siker koronázta, és 1939 őszén az Országos Természetvédelmi Tanács a nagy erdőt egyes sorszámmal vezette be a természetvédelem törzskönyvébe. Így ennek köszönhetően akkor 36 hektárnyi területen száműzték a fejszét. Sajnos az akkoriban kijelölt erdőterület egy jelentős része sérült volt, vagy elpusztult a II. Világháború folyamán. De a jó szándékú természetvédelmi tevékenység rövid megtorpanás után tovább folytatódott, és öreg tölgyes szomszédokkal a védett terület 1972-ig összesen 98 hektár kiterjedésűre bővült. Ez azonban nem volt elegendő az erdő egészének védelméhez, így a rendszerváltást követő években sikerült elérni a korábbi védett területek jelentős kibővítését. A megyeszékhelytől északra elhelyezkedő nagy erdőtömb teljes 1100 hektáros területének országos védelem alá helyezését, valamint a belső parkerdő helyi védetté nyilvánítását. Majd a teljes Debrecen-Hajdúböszörményi erdőtömb Natura 2000 területté válásával 2004-ben az egész erdőség kiemelt jelentőségű, különleges természet megőrzési terület lett. De a nagy erdőt nem csak természeti értékei okán tartjuk nyilván, hiszen annak parkerdő része egybeforrt az elmúlt évszázadokban az alföldi civisváros Debrecen múltjával és jelenével. Az erdő évszázadokig haszonfával látta el Debrecent, és emellett kielégítette lakosságának jó levegő és természeti szépségek iránti igényét is. De eközben sajnos egyre csak fogyott, és mára már oly mértékben beépült, hogy nehéz olyan pontot találni benne, ahol ne botlanánk saját magunkba, azaz az emberi tevékenység nyomaira. A debreceni parkerdő.
A jellegzetes kéttornyú sárga templomáról és vásárairól híres Debrecenről beugró emlékképek között bizonyára sokakban kirajzolódik a nagy erdőképe, amelynek története szorosan összefonódik a Civisvárossal. Kivált kép annak park erdeje, amelyet az elmúlt 100-150 esztendő során belaktak a debreceniek. Lakó és középületek, valamint jóléti létesítmények egész sorát felhúzva az árnyas fák tövében, és sajnos sok esetben azok helyén. A parkerdő jellegzetes és a helyiek által kedvelt pontja a Békás-tó, amely télen is vonzza a jó levegőre vágyókat. De nem csak a sétára vágyó emberek, hanem az áttelelő récék és a téli madárvendégek is jól érzik itt magukat. Azonban azt kevesen tudják, hogy ez a kis mesterséges tavacska az egész erdő egyetlen felszíni vize. Kivétel talán a botanikus kert kicsinykerek tava és néhány tehetősebb ingatlan tulajdonos kerti tava képez. Ezért a tónak szerepe és jelentősége természetvédelmi szempontból is kiemelkedő. Mivel filmünkkel alapvetően a nagy erdő és környéke természeti értékeit kívánjuk bemutatni, a parkerdő részletesebb bemutatásánál ki kell emelnünk a Debreceni Egyetem botanikus kertjét, amelynek bemutatására annak igazgatóját, Papp László botanikust kértük meg. Talán először arról kéne beszélnünk a Debreceni Egyetem botanikus kertjével kapcsolatban, hogy milyen feladatai vannak a kertnek. A kertnek, mint minden egyetemi botanikus kertnek, a oktatás, kutatás az elsődleges feladata. A másik, amely mindenképpen, és főleg a 20.-21. században fontos, szinte a kor által kötelezően ráragasztott cél és feladat, az pedig a természetvédelemben végzett munkálatai a kerteknek. Úgy hiszem, hogy minden botanikus kert akkor teljes, hogyha nem csak a növényfajokat mutatja be néhány egyedszámban, hanem a kert területe körül lévő felszínek, kisebb tájegységek vagy középtájak növényvilágának veszélyeztetett fajait is igyekszik megmutatni. Hangsúlyozom, nem csak megmutatni, hanem fenntartani. Amellett, hogy a kert durván 160-180 védett, fokozottan védett növényfaj tud bemutatni hazánk flórájából, tehát a természetvédelmi oktatásnak, a fajismeretének is szolgálatot tesz a kert. Minden botanikus kert azzal, hogy ugye nem csak a hazai flóra tagjait mutatja be, hanem igyekszik ennél sokkal többet, tehát vagy a kontinens, vagy más kontinensek fajaiból is a kontinentális fajokat láthatóvá és tanulmányozhatóvá tenni. Amellett nem csak ez a cél ebben az esetben, hanem az is, hogy a kert megjelenése is esztétikai szempontból adjon valamit, tehát rekreációs feladata is van. De visszatérve a kutatásra, miután ilyen változékony a növényvilága egy botanikus kertnek, azt mondhatjuk, és erre abszolút pontos felmérések is vannak, hogy kb. 25-30%-kal nagyobb a botanikus kertek avifaunája, tehát madárfaunája, mint a környező nagy erdői, vagy éppen Debrecen kertvárosi területeié. Rá kéne térnünk arra, hogy miért fontos a kert más természetvédelmi szempontból? Ez a fontossága egyfajta védelmi
megfontolású is, és ugyanakkor véletlenszerű is. Abból ered, hogy ugye sajnos a diószegi fazekas féle ötlet, ami 1807-ben fogalmazódik meg általuk, hogy kell a debreceni református kollégiumnak egy oktató fűvészkert, ez 1840-re, tehát 33 éve később valósul meg, már jóval a két nagyszerű debreceni hazafi halála után, és először elég kicsiny helyen, ugye mindenki, vagy legalábbis remélem, hogy sokan tudják, hogy a déli téren a református kollégium mellett volt a hajdani fűvészkert, elég kicsi volt, nem ért el a 3 hektárt sem, és 1840-ben viszont már olyan dolgokat produkált, ami európai színvonalú volt, elsősorban a vezetői révén. Ahogy ez a kert megszűnik, és ahogy ugye a város a déli múzeumot kezdi építeni, lényegében 1926-tól létrejön az a terv, és 28-szal elkezdődik ennek a megvalósítása, miszerint ugye a Debreceni Egyetem főépülete megkezdi a építkezését a építőmesterek által, és a tervező, a város javaslata révén a főépület, illetve a főkampusz mögé helyezi el a tervekben a kertet, ami hát talajtanilag és klimatikus szempontból annélkül, hogy bárkit is hibáztathatnánk, nem volt túl szerencsés, hisz tudnunk kell azt, hogy ez a nyírségnek a délnyugati csücske, a nyírség és az Alföld egyik legasszályosabb területe, ráadásul egy olyan homokalapkőzetten létrejött talajjal rendelkezik, amelyben nincs agyagfrakció, elég alacsony a humusztartalma és rendkívül gyorsan kiszárad, tehát folyamatos öntözésre szorul. Ennek dacára mégis jó két szempontból a döntés. Az egyik az, hogy nagyon közel van a fő épülethez és az oktatáshoz, biológus képzéshez ez a kert kezdet-kezdetétől. Ez egy nagyon fontos adottság, olyannyira, hogy nagyon kevés egyetem mondhatja ezt ugyanígy. A másik pedig, hogy maga az egyetem is lényegében beleépül a nagy erdőbe, illetve a nagy erdőből kiszakított, némileg átalakított nagyerdei parkba. Ennek megfelelően mai napig is mondhatjuk, hogy olyan adottságú kampuszparkkal rendelkezik az egyetem, amivel egyetlen más egyetem sem. Itt még léteznek azok a 120-180-200 éves kocsányos tölgyek, amik a gerincét adták ennek a területnek, a nagyerdőnek. Felismerhető még a nagyerdő képe valamennyire is. Hát itt jön létre a botanikus kert, a mai területét nézve 15,5 hektárral, és azon szerencsés kertek egyike vagyunk, leszámítva az előbb elmondott negatív adottságukat, hogy rendelkezünk 4,5-5 hektárnyi természet közeli társulásra. Ezek kocsányos tölgyesek, amelyeknek a fenntartása egyszerűbb is, meg nehezebb is, mint a kert többi aktív fenntartást és gondozást igénylő részének. Nagy erdőnek részévé vált a kert, úgyhogy mindig is része volt. Egyfajta átalakítással a kert sajátos kritériumaival. Talán úgy lehetne definiálni egy kertet, hogy mindaz kert, ahol az ember a saját elképzeléseit érvényesíti a növényvilággal szemben. Ha ez a lehető legjobban tekintettel van ezekre a növényekre, akkor az már igazán jó kert lehet. Hogy mit is hívunk parkerdőnek és miért is lett azzá,
Karácsonyi Györgytől, jeles városvédőtől tudhatjuk meg, aki a városrész épített örökségének nevezetességeit is igyekszik felsorolni, a teljesség igénye nélkül. Debreceni nagy erdő. Ez a debreceniek, de még a máshonnan ide látogatók számára is tulajdonképpen azt a rész jelenti, ami igazából nem is nagy erdő, hanem parkerdő. Mert a Debrecen körülvevő nagy erdő és benne a város területén lévő parkerdő, az nem pontosan ugyanaz. A parkerdő az a villamossal körbejárt terület, illetve a másik oldalán a stadion és a környéke. Debrecen városnak a középkorban és aztán a későbbi korban is volt egy meghatározott város területe, amelyre bezárkózott annak idején. A nyitás az körülbelül a 18. század, 19. század elején történt meg, amikor a kerítésen túl is merészkedtek az emberek, illetve közkedvelté vált a nagy erdőre való kirándulások. Viszont a városnak a vezetése sokáig tiltotta itt bármiféle építkezést. Az áttörés aztán akkor volt, amikor Simonyi Óbester az ezredével itt szállt meg a városban, és akkor kezdeményezte, hogy épüljön fel a városon kívül, ott az erdőn, amerre ők gyakorlatozni szoktak, egy olyan létesítmény, ahol lehet leülni, szórakozni. A debreceni strand az 1925-től kezdve működik már, akkor már volt medence, de igazán a 30-as években kezdett aztán kiépülni. Ekkor épült a stranddal szemben az egyik magyar elsőnek nevezhető stadionja az országnak, ez pedig egy első földsánc építésű stadion, amelyet Sajó István tervezett, akinek a neve az amerikai felhőkarcoló építéseknél is felmerül. Sajnos ezt a stadiont lebontották annak idején. Meg kell, hogy mondjam, hogy az új stadion meglepő módon jól illeszkedik azért ebbe a nagyerdei környezetbe, nem igazán ríki belőle. Azért én egy picikét időzített bombának is érzem, mert a mai labdarúgás nem vonz nagy tömegeket, és igazán nagy tömegrendezvények egyelőre inkább csak a kampuszfesztiválok voltak. De ha egyszer majd eljön egy olyan nyári nap, hogy egyszerre lesz egy nemzetközi kupamérkőzés a kampuszfesztivállal, és a hőségben a strandolók ezrei is el fogják lepni a strandot, akkor a nagy erdő kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni. Ha nevezetes épületeket nézünk, akkor még ide kell sorolnom a víztorony épületét, amely ugyan ipari műemlék, de már a kora időkben is éttermet terveztek vele. És ez, amelyik egy 1000 köbméteres víztároló, jelenleg is működik, és úgy működik, hogy közben szórakozó helyként és a fiataloknak állandó találkozó helyéül szolgál. Ez nagyon szép példája egy ipari műemlék hasznosításának. Ha tovább jövünk a Nagyerdei körúton, a következő a egyetem és a klinikák. Már a 1900-as évek elején felvetődött, hogy Debrecennek be kell telepíteni az országnak a második, vagy a harmadik egyetemét, és ez így is történt, de a világháború egy kicsit késleltette az egyetem felépítését, így végül az is az 30-as években épültek fel. Ez közismert Debrecen egyik jelképe, ugyanúgy, mint az előtte lévő egyetem tér, amelyen nagy park, egy mesterséges tó, szoborcsoportok vannak, és kedvelt kiránduló hely a Debrecenben. Az egyetem mellett van az egyetemi templomnak a neoklasszikus épülete, amelyet a város volt főépítésze, aki tulajdonképpen az egész Debrecennek egy rendezését elvégezte. Az ő tervei alapján épült az egyetemi templom, amely aztán a szocialista időkben
könyvtárként működött, de az egyház visszakapta, és most már újra templomként működik. A debreceni nagyerdőre települt a város köztemetője. Debrecenben volt, hogy 9-10 temető is volt, különböző felekezeti temetők, de ezeket fokozatosan felszámolták, és így aztán szükség volt egy nagy köztemetőre, és ez a köztemető, és benne a gyönyörű krematórium épületével, amelyet szintén Borsos József tervezett, megint egyedi dísze a Debrecennek, illetve a Nagyerdőnek. Gyönyörű, szimmetrikus, elrendezésű, tervezett térrel, szintén tóval. Nagyerdőhöz tartozik még az állatkert és a vidámpark, amely szintén az egyik elsők között volt az országban. Befejezésül egy vers részlettel búcsúzunk a Nagy Erdőtől. Hallgassanak meg a 19. és 20. század fordulóján élt Tóth Árpádnak Erdő című művéből egy szemelvényt, aki gyermekkorát Debrecenben töltötte, és lehet, hogy a sorokhoz az ihletet nagyerdei élményeiből merítette. Körül minden csendesen, eltelten örül. A napsütés vidám, s a forró sárga ragyogásban minden vén tölgy egy víg élő titán. Emeli barna karját frissen az áldott égbe, a szent, illatos teli kékbe, s rengeti fürtjei zöld zivatarját. Csend. Kábult fülem hallani véli a zengő örök napot odafent. Billió mérföldek éterén átszűrt, ájult finom neszét. Ó, csend beszéde, szent csillag beszéd. S körül minden csendesen, eltelten örül. A tömzsi, lustán rezzenő hársak illatokkal kenik fénylő pőre testük, s lábujjhegyen állva karcsú jegenyék néznek át felettük. Túl a hullámzó mély rengetegen, néznek a merengés halk gyönyörétől reszketegen. Jó így csendesen nézni a fákat, érezni a derűt, mely mindent áthat.